Újult erővel kezdődik el az egyesületi úszás. A már kötelező gyógyúszás órákról, valamint úszó tanfolyamokról ismert városi edzők mellett a négyszeres olimpikon és kétszeres Európa bajnok Kiss Gergő is erősíti a szakmai stábot. Próbáljuk a gyerekeket beintegrálni az úszósportba. Ugye vízilabdasport már van, de hogyha valaki mondjuk vízilabdázni szeretne, akkor először meg kell tanulni úszni. Tehát úszás oktatással kezdjük, de ha van olyan sportoló, vagy esetleg kisebb gyerkőc, mondjuk 6-tól 12 éves korig, és már tud úszni, akkor természetesen akkor már a nagy vízbe fog úszni. Most a szülőknek megmutatjuk, hogy miről fog ez zajlani. Kis vizes úszásoktatásunk is lesz, nagy vizes úszásoktatásunk is lesz, és gyakorlatilag azt szeretnénk itt elérni, hogy újra pezsgés legyen az úszósport világában, és fölkerüljön a Magyar Úszószövetség térképére Kazincz Balcika is. Kiss Gergő elárulta, hogy az úszó szakosztály hosszú távú célja, hogy egy olyan úszó egyesületet hozzanak létre, ami nem csak Borsod megyében állja meg a helyét, hanem országos szinten is. A négyszeres olimpikon és kétszeres Európa bajnok szerint 4-4,5 éves korban érdemes elkezdeni az úszást. Elmondása szerint a sikerhez a gyermekek tehetsége, ügyessége mellett elengedhetetlen a szülők kitartása is. A szakosztályba továbbra is várják azokat, akik szeretnének komolyabban foglalkozni az úszással, valamint versenyeken részt venni.